Ők a generációk táncának főszereplői. Egykori táncosok, akik az ország minden részéről, sőt volt, aki külföldről jött, hogy a színfalak mögötti izgalmak után újra átélje a Bartinás érzést. Ezzel is hálát kifejezve mindazoknak, akik a Bartinát segítik, támogatják, életben tartják. Mert ez az este a köszöneté is volt, hiszen a sikerek mögött kemény munka rejlik, csak úgy, mint a színpadra álmodott jubileumi gálában. Kettő próbával állítottuk színpadra, villanások vannak a 40 évből, és erre ez az idő elég volt, és hát olyanok jönnek vissza, akik azért évek folyamán egy-egy produkcióra azért megjelennek. Akik pedig nem, azok a nézőtéren vannak. A repertoár ma este? Az 2006 év termékei, szerencsére rengeteg új koreográfiát tudunk mutatni a szülőknek, és hát a generációk táncába pedig mindazok a táncok, amik megjelentek a 40 év alatt. Ez a generációk tánca, melyben a nagyöregektől a közelmúlt táncosai közül, aki csak tehette, színpadra állt. Az életemnek akkor meghatározó része volt, és most nagyon jó volt visszajönni. Nagyon élvezetes ez a néhány próba, meg a fellépés is. Milyen az összehasonlítás az akkor és a most? Hát ezt nehéz összehasonlítani, mert akkor az ember, ő mindent tudott. Mostanra nagyon sok mindent elfelejtett. És amikor azt gondoltuk régen, hogy ezt soha nem felejtjük el, most felálltunk, és figyelni kellett a mellettem táncolót, akinek frissebben megmaradt az emlékezetébe minden. A fiúk is ilyen felejtősek? Hát talán ez most már inkább csak a táncra vonatkozik, de én azt gondolom, hogy a társakat, a táncosokat nemhogy nem felejtettük el. Attól függetlenül, hogy mi tényleg az öreg generációhoz tartozunk, mi például rendszeresen találkozunk, főleg akik Szekszárdon élnek, a Bartina bálok alkalmával, az együttes működtetésének alkalmával, az elnökségi munka során. Tehát azért nem szakadtunk el az együttestől, annak ellenére, hogy valóban ez a 40 év, ez elég hosszú idő. Tánc azonban nincs zene nélkül. Hihetetlen érzés, mikor a zenész és a táncos egyszer elüktet. Mi húzzuk az ő lábuk alá, ők táncolnak a mi zenénket, és a végén már egyszerre dobog a szív, egyszerre dobog a láb. Egy a légkör, egy a gondolat, egy fantasztikus érzés. És milyen úgy, hogy tulajdonképpen 40 éves évfordulót ünnepelve itt van minden generáció? Csodálatos érzés. Csodálatos. Nem is lehet úgy muzsikálni, ne jöjjenek folyan emlékek, ilyen pillanatképek mindig bejöttek egy-egy személyhez, egy-egy mozdulathoz. Fantasztikus érzés. Ahogy a tánc nincs zene nélkül, úgy a Bartina Néptánc Egyesület sem létezhetne elnök nélkül. Dr. Szabó Zsolt 15 éven át töltötte be a nemes tisztséget, egészen a 2 évvel ezelőtti váltásig. A régi és az új elnökben egy valami biztosan közös, évtizedek óta kötődnek az együtteshez. Rengeteget jelent számomra, hiszen nem csak a 15 év elnökség volt, emellett a 15 évig táncoltam is, tehát kb. 30 éve töltöttem a Bartinába. Együtt nőttem fel az egész Bartinába ebbe az épületbe, innen kezdtünk és örömmel jövünk vissza, még az élete is szólított minket máshova, de Bartina szólít mindig itt a helyünk és jönnünk kell. Mindenki örömmel vállalja ilyenkor a felkérést? Hát vannak egyes hasonlókorú társaim, mint én, akik már esetleg nem bírják, úgyhogy, de hát bízunk bennük, hogy ők is azért összeszedik magukat, és az 50 évesen, 40 évesen vagy 50 éves évfordulón már itt lesznek velünk újra. Nagyon szívszorító érzés volt, amikor bejöttem az első próbára, amire tulajdonképpen csak a sajton keresztül hívtuk össze a régi táncosokat, és nagyon jó érzés volt látni, hogy
hogy olyan embereket, akikkel csak ritkán találkozunk még a városba is, bejöttek, mert fontosnak tartották azt, hogy a Bartina tagjai voltak valamikor, és még nyilván fontosnak tartották azt is, hogy valamikor táncoljanak, és én ezt tartom a legnagyobb erejének a táncegyüttesnek, ami természetesen tőlem független, hiszen én körülbelül csak 15 éve van közöm az együtteshez, hiszen néhány évig az együttes ügyeit is intéztem. Tehát hangsúlyozom, hogy ez tőlem független, de mégis azt gondolom, hogy ez az erő, ami itt a városban mégiscsak meghatározó, és mindenki ezért ismerheti fogalomként a Bartina Táncegyüttest. A Bartina a jövőben is folyamatosan változik, megújul, régi új koreográfusok jönnek, új koreográfiák születnek, de egy valami állandó, az a hagyományokhoz és a közösségi erőhöz való ragaszkodás, mely továbbra is a Bartina Néptánc Egyesület útját jelöli.